Nekem nem elég egy élet, így tartotta Gábor Zsazsa, aki néhány héttel a 100. születésnapja előtt hunyt el, ugye februárban lett volna 100 éves. Halálát szívinfarktus okozta, most pedig ráemlékezünk Gábor Józseffel, Gábor Zsazsa unokaöccsével és Dudás Viktor filmszakértővel. Jó reggelt kívánok az uraknak! Jó reggelt kívánok! Annyi sok történetet tudtunk felhozni Gábor Zsazsával kapcsolatban, annyi sok idézetet, annyi sok minden. Milyen ember Gábor Zsazsa, akit egyébként mítoszok, legendák és egészen elképesztő történetek vettek körbe? Mint családtag természetesen azt mondom, hogy igen jó ember volt, de igen jó ember is volt. Ha csak egy példát hozok föl, 56... Ne csak egyet hozzon föl. Gyorsan elmondom, 56 elején volt egy nagyon csúnya gyerekparalízis járvány Magyarországon. De ő akkor már nem ért itthon? Nem, rég nem ért. Az anyám észbontóan telefonált neki, hogy azonnal valamit, és akkor Svájcból egy külön géppel küldetett annyi szalkszérumot, hogy az egész akkori Apáczai Csere János gyakorló általános iskolát beoltották velem együtt. Jó, de hát nyilván nem csak ezek voltak a meghatározók róla, de valójában akkor ő egy nagyon jó ember volt. Ő egy nagyon jó ember volt, de főleg nagyon okos ember volt. Én azt gondolom, hogy igen. Ugyanezt mondtam egyébként a Viktornak, amikor arról beszéltünk, hogy ugye Marilyn Monroe-val emlegették őt együtt, és akkor én azt mondtam, hogy azért volt egy lényeges különbség közöttük, nem is egy, de hogy én azt gondolom, hogy az észbeli különbségek azért meghatározták őket. Abszolút, de hát erről a József többet tud mondani. Hát nyilvánvalóan azért, hogy egy ilyen legendává tudott válni úgy, hogy azért igazából jelentős, tehát mondjuk hollywoodi színésznőkhöz mérhető jelentős alakításokat nem produkált a vásznon, az annak is tudható be, hogy egyébként egészen elképesztő mondatai, egészen elképesztő cselekedetei voltak. Ezek az idézetek, amiket egyébként ma is lehet olvasni, ezek honnan? Tehát ezek mind interjúkból, és ezek aztán annyira legendássá váltak, hogy azóta is, hát nekem is hát olyan kedvenc dolgaim vannak tőle, hogy nem tudom elmondani, főleg a férfiakkal kapcsolatos. Ugye volt ugye az a mondás Hollywoodban, hogy nem elég tehetségesnek lenni, magyarnak is kell lenni hozzá. Igen. Erre ő volt az egyik példa, tehát hogy egyszerűen annyira tudott, meg tudta találni azonnal a hangnemet a másik féllel. Akik találkoztak vele és beszélgettem velük, mindenki azt mondta, hogy egészen lenyűgöző és egészen lehengerlő személyiség volt. Milyen volt neki a férfiakhoz való viszonya, azon kívül, hogy számokat nyilvánvalóan tudunk, mármint hogy férjek számát tudjuk, de hogy mivel varázsolta elő a férfiakat? Hát elsősorban a szépségében, de az nem elég, azért nem. Az elég egy-két nagyon napig. Nagyon okos volt, az is sokat számít. Igazándiból, hogyha amennyire, ugye hát én fiatal srác voltam, végig nézem a férjeket, ő csak a Sandersbe volt igazán szerelmes. Szóval csak a Sanders volt neki. Ő hanyadik férje volt? Azt hiszem, a harmadik. A Hilton után volt. A Sanders, aki színész volt, nem volt olyan gazdag, és mégis ott a kémia dolgozott. Akkor ott viszont a kémia működött, a többinél pedig talán a racionalitás? Talán. Jó, nyilván nem akarom. Tudom, tehát, hogy nem... nem tudom. A Hiltonnál ő elájulhatott a Hiltontól azért. A Hilton név, hogyha így meghallja az ember, az egy 60%-ot dob az emberen, nem? Igen. Vagy több. Vagy többet, tehát hogy feltételezem én. Idézzünk tőle, jó. Mert hogy fantasztikus mondatai voltak. Hát alapvetően volt egy ez legenda a Hollywoodban azóta is, ugye, hogy ő darling, tehát nem darlingnak, hanem darlingnak szólított szinte majdnem mindenkit, és akkor erre megkérdezték, hogy miért, azt mondja, hogy ha emlékeznék a nevekre, akkor szerinted hívnék mindenkit darlingnak? Tehát hogy volt, tehát ez is a része a legendának, de hát ugye, nekem is van ugye egy ez a housekeeper, ez a másik az mondás, isteni. Ez a housekeeper, ugye ez angolul azt jelenti, hogy a háztartó, aki megtartja a házat, ez a házvezető. Nő, és ugye sokat kritizálták azzal, hogy ő csak úrizál, és mondta, hogy nem, én kiváló housekeeper, házmegtartó vagyok, mert a férjeim után az összes házat mindig megtartom. Ezt megtaníthatta volna nekem, hogy ezt hogyan kell? Igen, de hát az is egy legendás mondása, hogy én egy kapcsolatban nem vágyom másra, csak a megértésre és a szeretetre, olyan nagy dolog ez egy milliárdostól. tehát, hogy egészen, tényleg egészen fantasztikus. És az, hogy a férfi a szemével szeret, a nő pedig a fülével. Igen. Az is egy nagyon jó, és az irigyeinek is mindig üzent. Igen, hát ugye az volt az egyik kedvenc
időtöltése, hogy a legszebb ruháit és a legszebb gyémántjait felvette, és így látogatta meg így váratlan időpontokban a barátnőit, kifejezetten azért, hogy irigykedjenek rá. Ma két ellentmondásos információ jelent meg. Az egyik az az, hogy Magyarországon fogják eltemetni, a másik pedig, hogy Marilyn Monroe mellé fogják eltemetni, legalábbis amit én így gyorsan elolvastam a szalag címekben. Ön mit tud nekünk mondani? Én csak azt tudom, hogy a férj fog intézkedni. Amennyit a Frederiktől tudok, ez a mostani férj. Igen. Ezelőtt 3 évvel úgy volt, hogy itthon, most nem tudom, hogy van. Kaptam egy e-mailt, hogy majd jelentkezek. Ennyi. De a Zsazsától? Már a Frederiktől. A Frederiktől. Nyilván az lenne jó, hogyha Magyarországon, vagy hát nem tudom, hogyha 3 évvel ezelőtti kívánságát nem másította meg, akkor volt-e neki olyan álma, amit még nem tudott beteljesíteni? Igazándiból nem tudok rá válaszolni, mert ez az ügy a férje kezébe van. Mi itt nyitottak vagyunk mindenre. Persze. Ő egyébként jó fej, hogyha szabad ilyet kérdezni? Mert azt láttam, hogy nagyon szereti a Zsazsát. Igen, igen, igen. Szóval aki 25 évet így elvisel a Zsazsa mellett, és ápolja, és az utolsó években tényleg a lelkit kitette a Zsazsáért. És ő egy relatív fiatal ember, ő egy, azt hiszem, 74 éves, és egy stram ember. Szükségünk van ilyen ikonokra a világban, ugye? Abszolút, abszolút. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mondjuk mitől megfejthetetlenül sztár, mondjuk Paris Hilton, akinek akár a nagymamája is lehetett volna, vagy mitől megfejthetetlen népszerűségű Kardashian, ugyanezt akartam mondani. Akkor gyakorlatilag ő az előkép. Tehát ugye 1958-ban a karrierjének a csúcsán kapott egy Golden Globe díjat azért, mert hogy ő a leginkább csillogó sztár. Tehát hogy igaz, csak azért, mert hogy ő ott van mindig a köztudatban, a beszólásaival, a mondatával. De az eleganciáját nem tudom se a Hiltonhoz, se a Kardashianhoz hasonlítani. Abszolút mérhetetlen. Eleganciája. Tehát tényleg sokan az irigyei is azt mondják, hogy Marilyn Monroe árnyékából sose tudott kilépni, szerintem pont, hogy kilépett. Tehát ilyen hosszú ideig, tehát tudom én, 10 évvel idősebb volt például Liz Taylornál. Tehát, hogy olyan nagy sztárokat ívelt túl az ő karrierje és az ő karizmája, akikre tényleg úgy emlékezünk, hogy a hollywoodi állócsillagok, és lám ő mégis. És gyönyörű élete volt, és gyönyörű hosszú. Aláírnám ennek a felét, a 99-nek a felét is. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönjük.